Az elmúlt évben megjelent Apple tabletek közül talán ez az az iPad, ami a leginkább felkeltette az érdeklődésemet, szimplán azért, mert én imádtam az előző generációs iPad miniket is, és nagyon kíváncsi voltam, hogy mikor fogják felfrissíteni annak a megjelenését, egy kicsit modernebb, kicsit a mostani iPad line-uppal megegyező külsővel, és ez bizony meg is történt. Emellett pedig igencsak sok érdekes funkciót is kaptunk, de nyilván ezek majd a teszt videóban fognak bemutatásra kerülni. Ebben a videóban bontsuk ki a terméket. Tabletünk gyakorlatilag készen áll. Innentől kezdve egyébként a setup folyamata az nagyon-nagyon egyszerű, körülbelül ugyanúgy néz ki, mint az összes iOS-es eszköznek, hogy alulról felhúzunk kis csíkunkat, és itt ki tudjuk választani, hogy milyen nyelven szeretnénk használni az eszközt. Mondjuk azt, hogy magyarul. Ezek után ki tudjuk választani a régiónkat, ez nyilvánvalóan a megfelelő naptár használathoz, illetve a pontos időnek a meghatározásához fontos, kiveszünk ismételten Magyarországot. Ezek után prezentálva vagyunk egy úgynevezett gyors kezdés funkcióval. Ez szerintem egy fantasztikus dolog, és erről részletesen beszélni fogok mindenképpen az új iPhone 13-as kicsomagoló videóban. Itt most jelenleg én a kézi beállítást fogom választani. Ez igazából annyit fog jelenteni, hogy itt most nem másolunk rá adatot egy régebbi eszközről, hanem egy teljesen új, friss eszközként kezdjük a tabletet. Utána be tudjuk állítani a Wi-Fi hálózatot, amit szeretnénk, hogy felcsatlakozna. És miután csatlakoztunk erre a Wi-Fi hálózatra, ugye a tabletünk az aktiválja is magát. Itt fontos megemlíteni, hogy amennyiben SIM-kártyás variánst választotok magatoknak, akkor itt már nyilván berakhattátok volna a SIM-kártyátokat, és annak a mobil hálózatáról is tudtátok volna aktiválni, anélkül, hogy csatlakoztatok volna Wi-Fi-re. Ezek után adatvédelmi és adatkezelési feltételeket tudunk elfogadni. Itt láthatjuk, hogy a Touch ID a készülétnek a bekapcsoló gombjával helyezkedik el, tehát ez nem egy arcfelismeréssel, hanem egy Touch ID-val rendelkező tablet, annak ellenére, hogy a kialakítás az nem ezt sugallja. Ez a kialakítás igazából, illetve az egész formatervezés, ez át lett hozva az iPad Air 4-ből, hogyha arra emlékszünk, arra nem volt bemutató videón, viszont azt lefettük videó és stream formájában is ezen a csatornán. Most itt most hozzá tudjuk adni az új lenyomatunkat, ami csak úgy fog történni, mint egy iPhone-on, illetve szinte bármilyen másik telefonon. Emeljük és rárakjuk az ujjunkat újra és újra a szenzorra, amíg az nem tanulja meg. És ezzel hozzá is adtuk az ujjamotunkat az iPad-hez. Itt most lehetőségünk van egy másik ujjat hozzáadnunk, ugye amit ő mutat, hogy forgassuk el az iPad-et és adjuk hozzá a másik kezünket, hogy mind a két kezünkkel egyszerűen fel tudjuk oldani az iPad-et. Nagyon ötletes, hogy leírják, hogy miért érdemes kettő újat hozzáadni. Ez nyilván nem valami, amit mondjuk egy iPhone esetében megtesz az ember, hiszen hogyha gondolunk abban, hogy a zsebünkből elővesszük a telefonunkat, valószínűleg nem fogjuk véletlenül a másik zsebünkben tárolni a telefont, de egy iPad esetében ez egy teljesen másik tészta, szóval ez valami, ami szerintem kifejezetten ötletes. Én speciál most nem szeretnék beállítani egy pluszt. Megadjuk a jelkódunkat, és akkor itt most gyakorlatilag a setupolási folyamatunknak a vége felé ki tudjuk még egyszer választani, hogy szeretnénk-e adatot rámásolni erre az iPad-re, vagy csak egy friss új eszközként szeretnénk ugye kezdeni. Itt lehetőségünk van egyiket iCloud mentésből visszaállítani az előzetes mentéseiket mondjuk egy telefonról vagy tabletről erre a tabletre. Lehetőségünk van Mac-ről vagy PC-ről ugye egy iTunes-ban készített biztonsági mentésből visszaállítani, közvetlenül egy másik iPad-ről is, ugye amit már a legelejétől kezdve csinálhattunk volna, illetve akár költözés Androidról funkciónk is van, ami pedig valami, amit én speciál még soha nem próbáltam. Egyszer majd ennek is utána kéne nézni, hogy ez pontosan hogyan működhet. De mi most nem szeretnénk adatot költöztetni, és itt most beléphetünk az Apple ID-nkba. Egy Apple ID mindenképpen szükséges ahhoz, hogy normálisan tudjuk használni az iPad-ünket, azonban az elmúlt években megváltoztatták ezt a setup folyamatot, és most már nem kötelező megadni egy ilyen Apple ID-t ahhoz, hogy használhassuk az iPad-et.
Tehát technikailag én most rá tudnék arra nyomni, hogy elfelejtettem a jelszavamat, vagy nem rendelkezek Apple ID-val, és van egy olyan opcióm, hogy beállítás később a beállításokban. De én nem szeretnék ezen átesni, én most belépek, mert szerintem nem akarok vacakolni ezzel. Ezek után, miután elfogadtuk a szerződési feltételeket, ugye az iOS automatikus frissítéseit jeleníti itt meg ugye a tablet, amit majd ki tudunk kapcsolni a beállításokba, hogyha szeretnénk, le tudjuk adni a hely meghatározás engedélyezését, képernyőidőnek a használata, ugye, ami méri azt, hogy melyik alkalmazás mennyi ideig használjuk, illetve ilyen iPad elemzés, ami alkalmazásokkal kapcsolatos lesz, majd megosztva különböző fejlesztőkkel. Itt be tudjuk állítani, hogy milyen témát szeretnénk, világosat vagy sötétet, én speciál most a világosat, de majd átállítom, hogy automatikusan változó téma legyen, ami azt jelenti, hogy ha nappal van, akkor világos, este pedig sötét, mert én azt preferálom személy szerint, és ezzel be is léptünk az iPad-nek a rendszerébe. Ahogy láthatjuk, itt alapból a főképernyőnkön egy-kettő widget van kipakolva, valamint ugye egy-két ikon, és a többi ikonunk az a másik oldalra van áthelyezve. És ahogy láthatjuk, ez már az új iOS 15-öt futtatja. Az egyik legfeltűnőbb dolog, amiből rá lehet jönni, az az, hogy nagyon sok hely van az ikonok mellett mindenféle irányba, ami ezt az igencsak apró iPad-et még kisebbé varázsolja. Azonban így ránézve szerintem kifejezetten aranyosan néz ki, és valami fantasztikus, hogy most már egy ilyen tényleg teljes kijelzős iPad-et tudok egy kézzel tartani. Ez valami, amire nem tudom, hogy mióta vártam, és ez valami, amit most végre elért. Ez valami, ami végre elérkezett igazából hozzám. Hogyha szeretnétek látni ennek a terméknek a tesztjét, akkor mindenképpen iratkozzatok föl, ha nem akartok nyilván róla lemaradni, ami a következő hetekben érkezik majd nyilvánvalóan. Én és a kis iPad szeretnék nektek megköszönni a figyelmet, és további szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!